Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitai György vagyok, Mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvöm elnevezésű YouTube csatornám, és hamarosan kezdődik az adventi időszak, azután pedig Ripsrops, itt a karácsony. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ismét elérhető a karácsonyi szilveszteri ételek lejátszási listája. Itt, ha jól emlékszem, közel 90 ételből választhatnak, de természetesen továbbra is azért én magam is készülök itt friss videókkal erre az időszakra. A következő, a mai recept is egy ilyen, nevezetesen egy lazacos rakott harcsa készül, füstölt lazacos rakott harcsa. A recept inspirációját egy régebbi recept adta, amit egész biztos, hogy nagyon sokan ismernek és szeretnek. Ez pedig a sonkával, sajttal, tejföllel rakott csirkemell ropogós szalonna kéregben. Összesen annyi történt, hogy a csirkét lecseréltem afrikai harcsára, a sonkát lecseréltem füstölt lazacra, és így egy igazán karácsonyi étel született belőle, vagy ünnepi étel született belőle. De akkor mutatom is Önöknek a készítését. Nézzük tehát a lazacsal, sajttal rakott harcsa fő hozzávalóit. Kell nekem hozzá 70 deka afrikai harcsafilé, szükségem van még 8-10 vékony szelet húsos császárszalonnára, azon kívül kell nekem olyan 15-20 deka reszelt trapista sajt, illetve füstölt trapista sajt, 3 tojás, kiki vérmérséklete pénztárcája szerint, és persze azt sem feledve, hogy azért egyszer van karácsony, füstölt lazac szeletek, ebből egy olyan 20-30 dekányira van szükség. Tehát ezek a fő összetevők, ezen kívül kell még nekünk tejföl, egy olyan 3-4 deci liszt, só és bors, semmi más. Maga az étel a következőképpen készül. A harcsafilét olyan 4-5 dekás falatokra vágjuk, közben, ha lenne benne szálka, így tapintásra éreznénk, akkor azt szedjük ki belőle. Itt, ahol vastag, itt úgy a legegyszerűbb félbevágni, hogy értelemszerűen vastagságában vágjuk ketté. Tehát ilyen kicsi szeletkéket vágjunk belőle végig. Így kicsit lapjában kezdjük szeletelni, és tökéletes lesz. Tálba rakjuk nagyjából egy kis kanálnyi sót, hintünk rá, egy kicsit megborsozzuk, összeforgatjuk és rétegezésig félretesszük. A kétféle sajtot tálba reszeljük. Egy közepes nagyságú tepsit vagy tűzálló tálat körben szalonna szeletekkel úgy bélelek ki, hogy egy kicsit túllógjon a formán, vissza tudjam majd hajtani a rakottas tetejére. Ehhez, hogy körbebéleljem a tálat, 20 deka szalonnára volt szükségem. Következő lépésként a hal szeletekre szórok egy kevés lisztet, és a sózott, borsozott halat először ebben a lisztben megforgatom, átteszem a felvert tojásba, majd azután megforgatom a reszelt sajtba, és beleteszek egy réteget a szalonnával kibélelt tűzálló tálamba. Tehát megforgatom a sajtban úgy, hogy gazdagon legyen a halon, és teszem ide a tálba. Amikor egy réteg hal megvan, füstölt lazacot rétegezek rá. Ezen elkenek körülbelül 2 evőkanálnyi tejfölt. És amikor ez megvan, jön rám a következő réteg harcsa. Újabb réteg füstölt lazac következik. Gyakorlatilag ide el is használhatjuk az összeset, ami van. Még egy réteg nem lesz, tehát lesz még egy réteg hal, annak a tetejére pedig majd már a szalonna kerül. 2-3 evőkanál tejföl, majd az utolsó réteg hal következik. Kimaradt nekem egy kevés tojás, ehhez teszek egy ilyen pupozott evőkanál, vagy inkább 2 evőkanál tejfölt, simára keverem, és ez kerül első körben ide a rakottas tetejére.
Úgy döntöttem, beledobom még a maradék tejfölt is, mert kevés lesz. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy ide a tetejére három evőkanálnyi tejföl kerül. Ezt rá is kenem a rakottasomra. És ahogy az elején mondtam, a túllógó szalonna szeletekkel beborítom a tetejét. Alsó-felső sütéssel vagy légkeveréssel 165 fok, egyéb sütő esetén inkább 180 fok, betesszük középső rásra és egy órán át sütjük. Elkészült tehát a rakott harcsa, a lazacca rakott harcsa. Most ez melegen nem szeletelhető, legalábbis hát nem lehet majd szépen tálalni. A legpraktikusabb, hogyha hagyjuk kihűlni, holnap elővesszük, felkockázzuk, utána 80 fokos sütőben bemelegítjük, és szép kényelmesen lehet tálalni, mindenféle nagy előkészítés vagy előfeszítés nélkül. Eltelt egy nap, most annyi történik, hogy körbevágom, hát én ezt már itt megcsináltam, de körbevágom a forma mentén a rakott halat, utána egy picit mind a két oldalánál föllazítom, hogy biztosan kijöjjön a formából vagy a tepsőből, azután pedig egyetlen mozdulattal vágódeszkára borítom. Úgy kalkulálok, hogy ezt a mennyiséget 6 adagra vágom, ehhez először itt elfelezem, majd innen, hát bár lehet, hogy ez még többre is lehetne, de maradjunk akkor annál, hogy 6 adag, körülbelül így. Ez a fogás természetesen hidegen is elfogyasztható, de igazából melegen tálaljuk. Ehhez arra van szükségem, hogy átrakom egy tepsőt, és 80 fokos sütőben egy olyan 20 perc alatt teljesen kényelmesen átforrósítom, és már tulajdonképpen asztalra is adhatnám. Egy dolog az, amivel még turbózni lehet. A tetején, ami most az alja, ott ragyogóan megsült a szalonna. Viszont itt inkább főt jellege van, hiszen az összes lé, ami az ételben volt, ide tolódott sütés közben, és itt nem tudott ropogósan sülni nekem ez a rakott hal. Következésképp első körben 80 fokon meg fogom forrósítani, tepsiretében, második körben pedig fölrakom a felső rácsra, ha van felső sütése valakinek, akkor csak azzal, ha nincs, akkor alsó-felső sütése, ráteszem 200 fokra, és addig pirítom, amíg ez itt, ez a szalonna jó ropogós nem lesz. Erre még egy megoldás van, ez most jutott eszembe, és lehet, hogy akkor inkább ezt is csinálom nevezetesen. És mindenképpen ez lesz az egyszerűbb megoldás. Egy olyan serpenyőt, amit majd betehetünk a sütőbe, tűzre állítunk, belerakosgatjuk a halat, a rakott halat, és így fogjuk megpirítani a szalonnát alul, és akkor már csak a 80 fokos sütőbe kell betenni, és valóban egy ilyen 20 perc alatt átforrósítani. Ennyi az összfeladat, következhet azután majd a tálalás, úgyhogy nagyjából egy fél óra múlva találkozom. Elkészült tehát a lazaccal rakott harcsa, sajtosan, tejfölösen, szalonnásan. Maga a tálalás a következőképp néz ki, hogy ha többfogásos menüben tálaljuk, tökéletesen elég csak maga ez a rakott hal. Viszont ebben az esetben vágjuk egy kicsit kisebbre az adagokat. A tálalást kiegészíthetjük párolt rizssel, illetve még egy dolgot tehetünk, a csirkés változatnál adunk hozzá savanyúságot. Nekem az egyik nagyon kedves kolléganőm frászt kapott, hogy savanyúságot adunk halhoz, és ilyenkor mindig megnyugtatom, hogy hát azért a sült heknél is mindig ott figyel a friss kovászos uborka, lehetőség szerint friss kovászos uborka. No, a lényeg, aki gondolja, tegyen mellé egy kevés savanyúságot, egy kevés rizst, de egyik sem kötelező. Én ezzel a recepttel kívánok Önöknek áldott adventi készülődést, hiszen hamarosan elkezdődnek az adventi
Ünnepek, elkezdődik az adventi időszak. Akinek szimpatikus volt a recept, kérem nyomjon a videóra egy lájkot. Aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mielőbb tegye meg, hiszen most már több mint 540 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra. Kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak.